Így néz ki az ivó csapa tűzcsapon. A szerkezet fiatal magyar egyetemisták találmánya. A berendezésekből Budapesten több mint 40 működik, de Szentendrén, Pécsett és Zalaegerszegen is lehet találkozni velük, és hamarosan Győrben is. Az ivócsapból 5-öt vásárolt a Pannonvíz, darabját 130 ezer forintért. Mi ilyen városi rendezvényekre szálljuk, egyelőre inkább bemutatkozó jelleggel, csak a rendezvény ideje alatt lesz használható, de hát minden bizonnyal a nyárzáró rendezvényen is sikere lesz, hiszen ez egy újfajta, nagyon attraktív, nagyon szép, innovatív ötlet, egy nagyon kellemes ivókutat varázsolhatunk szinte bármelyik tűzcsapból. Csak egy gombnyomás és már is folyik az ivóvíz a csapból. 15 másodpercig, utána automatikusan megáll. A tűzcsapokban is pontosan ugyanaz az ivóvíz van, mint ami a vízvezeték hálózatban. Volt ugyanolyan egy úgynevezett ipari vízhálózati Győrbe, de hát ez már régóta nincsen, ahogyan a gyárak áttértek saját vízellátó rendszerre. Ma már egészen kicsi ez az ipari vízhálózat, gyakorlatilag néhány gyárat lát el. Úgyhogy a tűzcsapok 99%-ából ivóvíz folyik, és gyakorlatilag bárhol használhatók is ilyen célra. Tóth László hozzátette, az ivócsapok a tűzbiztonságot nem veszélyeztetik, fel- és leszerelésükhöz azonban szakértelemre van szükség.